Tényleg nehéz úgy a kamera miatt, jó? És vesz hangot is, meg képet is, jó? Csak szóval mindig azt mondják, hogy hazudok. Hát most megmondtam a frankót. Lassabban. Látod, most visszafelé jöttünk, Zoli, látod, az előbb ott kanyarodtunk el. Táblád van, benézel balra, kuplunk észellét, igen. Nagyon jó, sajnos jönnek, úgyhogy ő nem tudja, hogy neked van elsőbséged, megállsz, egyest váltasz. Fogalma nem volt. És balra szeretnék menni majd, úgyhogy még ne jelezd. Hát majd tudod hol, indulhatunk lassan. És hova sorolsz? Hát arra nem mehetsz. Jaj, valóban. Jó, és most már jelez, és hova húzod akkor? Gyerünk, jelez. Hát nézd a nyilat. Ez nem jó neked? Ide. Igen, nagyon jó. Azaz, nagyon jó. Edd vissza. Nagyon sok kuplunk be. Nagyon sok volt a gyalogos, azért van ez a tumultus. Zoli, azért ez most itt kemény, nem? Uh-huh. Jelez még egyet, nem lopni megyünk. Ja. Aha. Ne legyél zavar. Jó, nagyon jó csinált. Egyébként most az indítottam a kamerát, te most vezetsz itt mondjuk másodszor, mert csak egy 20 percet voltunk itt múltkor a városban, és menjünk meg. Kinek van elsőbség? Nézd fel a Maci sajtot, van nekik? És nagyon jó, elkapta most a René a fonalat, és mondom, ezt megörökítem, gyere vissza, ugye? És igazából mondjuk az, hogy első városi vezetésed, hát nem? Igen. Megy a kettes. Végül is igen, mert a múltkori az jó, vezettél 20 percet, de... Hát igen, szesőrül. Nem, meg itt is vezettél, hát bevezettél a központba, tudod meg. Nem, Amelinda vezetett ide már. Nem, hát veled is vezettem a városba. Nem, hát oda mentünk, ameddig a Kressz vizsga volt. Hát azt mondom. Hát jó, de idáig hát az... nem jöttem. De hát idáig nem, de akkor is már a négy sávoson voltunk, stb. Ne erre gondolok. Jó, figyelj, csak lassabban menjünk, és balra kanyarodjunk. Nézz oldalra, ez az, és berakod. Figyeljetek, a nyilak és az előjelző távol, az a kék, az az Isten, jó? Jó. Zárvonal, tabu, az betonfal, nem érünk hozzá. És akkor igazából, ha ezeket így nagyjából betartod, megy az egyes, akkor jó vagy. Nagyon megvédelek benneteket, ugye mondom a kamerában is, remélem nem áll majd le, mert ugye nem tudtok még sok felé figyelni. Tehát első városi vezetésünk, kuplunk be, mert ugye táblád van, és de mikor hátul ültök, mint a Zoli, be lehet esküszöm tanulni, hogy miért szólok, hova kell sorolni. Aha, ott van a tábla kitéve, ez a vonal miért ott van, ugye értitek, mozdulhatunk. Itt is már, hogy miért mondja a Gabi, hogy mozdulhatunk. Hát azért, mert mindjárt el fog indulni a Bordó autó is, igen. Látod, csak volt egy gyalogos nekünk, azt nem mutatja a kamera, mehetünk. Ugye és a gyalogost, ahogy elengedte, tehát ezt nektek észre kell venni, hogy a forgalom változik, és ennek megfelelően becsatlakozunk. Megy a kettes, megint egy körforgalom, látod, váltsunk. És első kijárat. Tehát onnan nem jöhetnek, úgyhogy jelez. De innen könnyű bemenni, csak az ábrára kell szinte figyelni, mert hogy onnan ne lépjen eléd valaki. Látod? Nem megyek neki a kocsira. Nem mész, hát nagyon jó, te nagyon jó éveket fogsz. Ez az. Szép volt. Amúgy szép a város. Na és akkor Zoli, ez a belváros. Ez, az előbb emléksz, hogy kimentünk arra, ki az Isten háta mögé, tudod, követtük a tanulókocsit, vedd vissza a gáz, nem belátható a domtól. És ez a központ, megint visszahoztam a Renit a központba, de ha itt megy, akkor egy kis utcában már majd csak elboldogultok, nem? Tehát ez a tömör közép itt, és ráadásul most megint hétköznap van, tehát ilyenkor Cegléden nincs nagy forgalom. Reggel van, meg délután. De ez lófüttyöm, itt volt most, jó? Volt 3 autó, meg 4 autó. Igen, benézel, látom, tudatos volt, ott voltam. Igen, pici fejkuplunk, nem satúzunk, ez az. Nagyon szép. Egyes. Az a lényeg, hogy ne kelljen sikítoznék, hogy közéjük hajtasz, jó? Pici gáz, csúsztat, illetve fordító. Nézd meg a Mici mackós bácsit, vagy mi van rajta? Koplunk vissza, vissza. El nem is. Nem szimpatikus? Nem. Szimpatikus, de lófejű. Na, ennyi. Mert ezt azért mondtam, de milyen sapka van már rajta? Biztos megforna benne a fejem. Mi volt ez a tűz? Na, Krisztián meghívhatna egy kávéra, hogy tegnap sikeresen levizsgázott a lánya. Váltunk egy kettest. Hol a kávém? Ja. Na és azt akartam mondani, hogy ez a film, nektek megvan még az Ötvös Csöpi filmek, Pogány Madonna, ilyenek, a magyar Bud Spencer, neked sincs, Zoli. Hát gyerekek, ez egy kötelező etalonfilm, ne csináljátok, hát a szülők nem mutatták nektek, megy a hármas. Na és abban volt az, hogy leírást kellett adni a rosszul, és akkor mondta, hogy ilyen szimpatikus feje van, de lófejű. Ő nem az ebrán jött, de amúgy láttam, figyelted. Zavar a kamera? Nem. Meg tudom mutatni anyunak. Micsoda? Meg tudom mutatni anyunak. Jó, figyelj, csak a fényjelzőnél jobbra kanyarodunk, jó? Jelezhetsz is. De először mindig a fékkel kezdjél, tehát fékkel lassulunk, utána megy a kutyunk.
olyan 1000 körül mindig akkor már nyomhatod. Igen, picit vedd vissza a fékerőt. Jó, szépen, nyugodtan, higgadtan kettest váltunk. Féket elengedett, igen. Engeded a kuplungot, lassan is kanyarodjunk. Tekered, tekered, és ide néz vissza a vállamhoz, igen. Ez az. Nem jön gyalogos? Nem. Látod, Zoli, amelyikre fordulunk, annak van zöld lámpája. Jó? Balra kanyarodjunk, jelez, és akkor melyik sávba kell menned? Igen. Mert nem nyomd a kuplungot. Jaj, de okos, és mondtad is. Jó. Ez most megint egy piros pont. Na, sok piros pontot kapsz. Ja, ezzel az ötödik létre meghívhatsz egy kávére. Kuplunk bele, csak azért, hogy ennyit dicsérlek. Na, menjen az egyes. Lehet, hogy most átcsúszhattál volna, nem merem bevállalni, mert még lassan indulunk, nem? Nem, megvárjuk őket most. Mert ez a két autót kibírod, kuplunk be. Nézd vissza, hogy jön a kerékpáros gyalogos, és mehetünk, ha nem jön. Jó. De a fejeddel nézd vissza, ne a tükörbe, tekerjed. Nem, vigyél csak, nehogy bevigyél engem a strandra. Nézd meg, hova érkezel? Strand. Látod? Igen, mindig az árvonal mellé ilyenkor, így van. De csak behoztam a kettes. Azért. Behoztad, kettes. Annyi, hogy már öltöztem át fürdőgatyába. Az a strand, amúgy tényleg. Tehát az egyik. Ez a városi strand, láttatok őt? Aha. Az a... Milyen táblát van? Bizony. Szóval a Zoli, ez azért nehéz volt, amit most csináltottam bele, hogy lámpánál jobbra, és rögtön sávváltás balra, és onnan kanyarodtunk. Láttad? De hát pont ez a lényeg, hogy a figyelmét próbálom nyitni, és nagyon jó volt, hogy észrevetted, hogy párhuzamos közlekedésre alkalmas úton vagy, és hogy át kell sorolni. Szép volt. Használhatta az eszedet egyébként. Balra kanyarodjunk. Látod, hogy éjszaka énekeltem, azt elment a hangom, már teljesen. Kicsit lassabban, nem? Be tudsz menni, nem? Jó, akkor lekapcsoljuk. Hát ugye most igen. Lekapcsolod? Igen, látod? Miért van ott lesz? Aha, látod, valamit barkácsolnak, valami csőtörés, vagy valami van. Láttátok a bójákat? Igen. Ilyenkor nem elszedni a kumpokat, aztán bemenni, jó? Akkor mehet a hármas. A GPS azt mondta, hogy itt lakok, akkor be kell menni. Ennyi. Azt nem mondja meg senki, merre menjek. Sokan ezért nem használják az irányjelzőt is, senkinek semmi köze, hogy merre mennek. Jogos. Istenem. Amúgy a 30-nak már vége van, de nem baj. Spórolósan mész, ha már előbb egyes mentél még a városon, gázán. Most jobbra kanyarodjunk, légy szíves, de merre megy a főút, Zoli, látod? Vissza kettes. Tehát itt vizsgán meg ne kérdezzétek, hogy merre megyünk. Ha bementek a behajtani tiloson szembe, vége a vizsgának, balra vezet a főút, arra kell menni. Nézd vissza a vállamhoz, kuplunk be, és tekert közben, kuplunk be. Be a kuplunk, csajszí. Ezt nem mondjam sokszor. Jó, egy, elütöd a gyalogost. És nézzünk meg, hova érkezel. Nézd meg, és mosolyog. Majd visszahozom, nyugi van. Hozd vissza, mert így csak egy hibavonalat kapsz, amúgy megbuksz. Jó, ezt úgy hívják, hogy mehet a kettes, hogy még szabályos területen kanyarodik, de nem ideális híven, tudod? És ezért hibavonalat kapsz. De amint átesne a kocsi orra a túloldali sávba, megbukna. És nagyon jól mondtad, hogy vissza kell hozni ilyenkor. Jó, tehát mikor jön egy gyalogos, nem erevedjetek meg. Attól ugyanúgy be kell kanyarodni, mert ő jön. Ilyenkor mindig azt látom, hogy ki akarjátok kerülni a gyalogost. De nem szecsőn vagyunk, jó? Amúgy a terelővonalakat meg majd én fölfestem itt, látod? Mert társadalmi munkába. Nem tudom, gyerekek, egy vizsgabázis és egyszerűen ilyen nyomorék vonalak vannak. Seútburgot, ilyen sokszor le van kopva, hogy picit esik az eső, nem látszódik. És így megyünk neki a télnek, tudod? Mert a hármas, hogy semmilyen szamárvezetőt nem látsz. Kemény azért, nem? Jó van, ő megoldott, és mehetünk is. Nagyon nehéz amúgy? Nem. Sokat kérek? Nem. Belóg az autó, látod, jelez ki balra, néz oldal, és egy picit eltávolodok. Kikapcsolhatod, és ilyenkor vissza is benézel, jó? És nézd meg, az is belóg. Látod te is, Zoli? Ami egy kicsit is belóg, ne kérdezges, jelez. Ha már csak megfordul a fejed, vagy belóg, vagy esetleg kell lejelezni, akkor már inkább jelezzetek, ez az is. Nagyon jó. Ha belefér az idődbe visszafelé, és ha nem megtévesztő, jó? Na, megyünk Torony iránt, jó? Most nem parkolunk még itt, jó? Most ezt kihagyjuk. De például itt nagyon jó belőlét lehet, meg ugye jobb hátrát parkolást. Maradj itt a jó úton, hát ezt nekem aszfaltozták le a hátam miatt, nézd meg. Egyébként nehéznek tűnik a város, Zoli? Azért nem egy Pest.
De azért odafigyelős, tehát sokan azt mondják, hogy egyszerű, de azért vannak itt trükkök, meg itt is van olyan, hogy azért sok egyirányú utca van, sok kötelező haladásének behajtani tilos, látod, ez is egyirányú például. Jó, menjünk el jobbra, légy szíves, gáztengeddel teljesen, de amúgy lényegesen jobban vezetsz, mint múltkor. Félkop. Ja. Igen. Na, mindus. Így van. Amúgy most majdnem minden volt, mert mindegy volt, mert már ezre volt a fordulat. Nagyon jó, benézel a bicikli útra, jobbra-balra, balra-jobbra pontosabban. Jó, és akkor csordogáljunk előrébb, ha nem jön bicikli, és túlmehetsz, látod? Tedd az ívre. Mert is van a tesávod szabad, látod? Uh-huh. Ő most vagy miattad ment át, vagy használja az eszét, tekered, vagy csak itt jobb az út. Ez az. Vissza, au, be az aknába. Nem, mentem bele. Kettes, nem. Kettes. Ugye csak miért akarsz végigmenni a városon egyesbe? Tehát elindulunk, számolsz hármat, megy a kettes, figyeld a két zebrát. Ott már látod a sárga kabátosat? Igen. Az nem erre jött. Ilyen szögletesen fordult, mint a tegnapi tanuló. Láttad, hogy egy fordult el a zebrát? Balra menjünk. Jelez, sorolját. Igen. Annyi, hogy az átsorolás az úgy legyen, hogy amikor az irányjelzőt hagyd menjen, hogy amikor az irányjelzőt kattog hatot, utána kellene átmenned, jó? Hogy legyen a jelzésednek valami hatása. Mert az, hogy egyet kapcsoltál és átrántottad, attól a hajabusás mögötted nem beszélsz, jó? Tegyük üresbe. Lejjebb veszem, mert az egyes. Gondolom meleged van. Gyere, kicsit most én is bealudtam, gyere. Te van időd, picigáz, csúsztasd. Menjünk, menjünk azért. Menjünk, mert rád tudálnak tűz. Figyeld, nem együtt váltott a lámpa. Jó, igen. Vagy elfogynak, vagy megállnak. És mehetünk. Na, menjünk, vállalt be. Kicsi gáz. Tűz, nyom meg neki. Ez az. És kettő. Esküszöm, én azt hittem, hogy átváltott a lámpánk pirosra, tudod? És hogy megkapja a pirosat. Jó, de lényeg a következő, a szembe lévőre figyeljetek. Ha a szembe lévő elfogy, figyelj, vagy megáll, akkor kell menned. Tehát ne féljetek attól, hogy középen álltok, jó? Ahogy a szembe lévő elfogy, vagy megáll, akkor megyünk. Zoli, neked is tiszta ez? Hiszen két sávot kellett néznünk ráadásul, balra plusz a gyalogost. Szerintem ők igen. Na, nem biztos. Lehet, hogy ez ilyen falu biztos. Biztos. Ez az. Jó, balra fogunk kanyarodni a következő lehetőségnél. Jó, hát még az sokat megyünk kettesbe, de hát ez van. Jó, jelez balra, gázzel, sorolja fel az ősz tükörbe. Azaz, szalad a kupló megint. Mert hogy jönnek szembe, látod? És akkor te döntsd el, hogy hova férsz be. Ebből egyes lesz, és akkor mehet féket engedd el, és mehetünk is. Nagyon jó. Megengedem, hogy ilyen álló közeli állapotba egyest váltsunk. Igen, nézd vissza a gyalogosra. Ha jönne gyalogos a járdán, elsőbsége lenne. Igen. Látod, ez már ilyen kis pesties utca, nézd meg. Látod? Ez az is, mert is a kettes. Milyen utcában vagyunk egyébként, tehát a kettes? Na? Mit tudom én? Na de mondjál valamit. Szűk utcában. Ez jó, ez eddig jó. Ez igaz. Egy irány, arra gondolok, jó? Azaz, figyelj csak, ha, igen, ha balra kell lemenni, koplungozunk be, legyenesen megyünk, akkor oda kell az Opel elé sorolnod, látod, a fekete autó elé. Jó, nem volt vonal, ezért ott állom, hogy belátsz, valahol itt megy az egyes, és egyenesen megyünk is. Látjátok, hogy ott is mutatja a tábla, mozduljunk, de ott jön egy autó. Igen. Láttad egyébként a résen? Igen. Igen. Mozduljunk, igen, gyere. Mozdulhatsz, igen. Hogy megint egy irányú? Hát nem arra vagyok kíváncsi, hogy teleki, jó? Hanem, hogy egy irányú. Látod, nem az utcanév számít. Igen. Megy a kettes. Azt meséltem ott, hogy mutatom, hogy sajnak, hogy látod milyen utca? Azt mondja, igen, látom, Szőlő utca. Jó, de arra gondoltam, hogy egy irányú. Tehát, ha balra mennénk, akkor balra kellene. Akkor menjünk el balra. Kuplunk be. Most igen, kuplunk be, és oda sorolsz. Igen, csak jelenszél, igen. Szépen tedd az ívre, a virágos. Ja, de egyes kell. És legközelebb sorolj oda, mert nézd meg, kihagytad a felét, jó? Nem volt ez rossz, mert azért ott vagyunk a bal oldalon, mehetünk. Csak nagyon fontos, hogy érezhető legyen az, jobbról azért nem jöttek, mert egy irányú volt. Láttad, Zoli, hogy jobbról ott volt arra az egy irányú tábla? Mert a kettes, jöhet egyébként mentőrendőr, tűzoltó, meg este a kukás autó. Szóval azt akartam mondani, hogy kövessétek le az ívet, hogy a vizsgabiztos egyértelműen lássa, hogy te tudod, hogy egy irányúba vagy, jó? Uh-huh. Na például ez is egy kis csöndes utcácska, látod, itt nincs semmi a köztársaság úton,
De például lehet, hogy itt szól a vizsga, biztos, hogy menjünk el itt balra, aztán így menjetek Gabi vissza, és ha nem sorolsz be balra, akkor itt az utolsó 45. percben megbukunk. Kikapcsolhatod. Milyen kellemetlen lenne. Régen itt csináltam az egyébként, ide bejöttem a garázsóra, figyelj, és ott fordultam meg, látod? Vagy itt a kis utca segítségével. Oh, cica! Ilyenkor kénytelen vagy végigmenni a vonalon. Uh-huh. Most te döntsd, hogy visszabújsz-e, vagy nem, én visszajönnék. Jó, jobb tükör, igen. És most megint jeleznék balra. Igen, mert ha most jött volna valaki szembe, akkor már legalább jó helyen vagy. Figyelj, ki ne jöjjön, vagy éppen kifordul valaki. Láttad? Igen. Milyen okos vagyok? Jobbra kanyarodjunk. Nézd vissza, és szalad a kupi. Pici fék. A végén ívre forgatod, és egyes, jó? Forgass be az ívre. Még, és most az egyes. Az első mindig az, hogy ívre fordítunk, Zoli, és utána kapcsolunk. Mehetsz is, mert átcsolod a kedvedért, látod? Amúgy nem megy strandra is, látod? Na, de jobbra menjünk. Na most ezt mutatja a kamera, figyeld, hova érkezel. Látod? Csiklós busz bejátszik, kettes. Szerintem a Reni azt hiszi, hogy egy ilyen komplett uszájt húzunk magunk után, tudod, hogy nehogy fölmenjen a hátsó kerék szegélyre. Azért úgy kanyarodik, mint hogy tényleg egy nyerges vontatóval jönne. Na, menjen a három. Jó, kicsit húzódjunk le. Nem kell megállnunk, mert van két sáv is számára, hát ugye az egyik az árvonalon túl, de lényeg az, hogy kicsit lassítottál, figyeltél a többiekre, jó? Ilyenkor, ahogy egyébként, ha baj van, meg kell állni vészfilogóval és segíteni a mentő továbbhaladását. Ez a vészfilog egyébként, ugye? Na, nehéz amúgy? Hát amúgy nem csinálja rosszul, nem? Ugye? Hát elsőre szerintem... Nem, Zoli? Nem is vezet rosszul. De? Jó se. Hú, Gabi. Na, most figyelj. Figyelj. Ha profi vagy, akkor profi vagy. Jó? Tessék figyelni a táblát. Igen. És okosan döntsd el, hogy merre kell mennünk. Jó? Nagyon fontos. Bizony. Jaj, de tudja, most segített a Porsche is? Nem, hát egyenesen megyek. És a tükörbe ki fog vele nézni? Jaj. Nem, hallod? De átjöttem. Figyelj csak. Igen, hát igen. Ez igaz. Igaz, hogy rögtön a izébe kötöttünk a rostelepen, de... Na, szóval figyelj csak. A hátranéző embert azt otthon hagytad, mi? Jó, ilyenkor tükör, jelzés, volt, és semmi baj, én figyeltem. Jó, figyeljünk majd. Van egy ilyen kis sávtörés, látod, hol erre megyünk, hol arra. De úgy mondom, nagyon jó, hogy szóltam neked, most nagyon büszke vagyok, de szerintem meg ahhoz képest, hogy két órát aludtál, kész egyszer kialudnál magad. Aztán lehet, hogy ha túlalszod magad, akkor meg nem is vezetsz jól. Amúgy lehet. Ugye? Én azt szoktam mondani, hogy jönnek a tanulók 12 óra alvás után, amúgy a zombik, tudod. Balra mondjuk, basszus, hetente alszok annyi. Jelez balra. Kettes váltuk, maradj a felező, és az szembe lévő plusz a gyalogosra visszanéz. Jó, igen, meg vagy. Meg egész jó váltogatsz, ahhoz képest szerintem egész jól megtanulod a fokozatokat, nem erőlteted, nem hallom, hogy recsenne a váltó, vagy kattanna. Teljesen jól csinálod. Meg azért próbálsz figyelni arra, hogy látod az előbb is a kuplunk fék sorrendre, tudod, hogy először a fék, ott magadra is szóltál, emlékszel? Nem csod rosszul, tényleg. Tehát látszik, hogy jól akarod. Szerintem tényleg nem kell az a 60 óra, hogy igazad van, mert a hár. De még nem szerettek velem lenni, hogy egy tanulom mondaná legalább, Gabi, hogy... Szeretek itt veled lenni, de hát azért... Drága vagy, az az igazság. Az igaz. Drága. Drága szágom. Nem sértünk, lassabban megyünk. Figyelj csak, én mindig azt mondom, erre jobbra kanyarodjunk, de most a fodrászok nagy megsértődjenek, jelez. Mikor elmegy a fiam fodrászhoz, most ne a csókos fodrász nézzük, hanem amikor rendesen elmegy kuplunkba, és azt a 3 centi haját, ami nekem is van, levágják, negyed óra alatt 4500 ér, az nem drága, ugye érted? Úgyhogy ott ül, semmilyen kockázat, semmilyen felelősség nincs benne, tudod, és max belenyír egy kicsit egy
rövidebb szállal keletkezik, hogy egy hosszabb a hajába, de ha én elbaszok valamit, neked lehet az életedbe kerül, ugye érted? Nem csak itt, hanem a jövőben hát is. Persze. Megy a kettes. Szóval azért ez egy nagyon kemény dolog, mehet a kettes, de szerintem ne is beszéljünk erről tovább. Jó van, menjünk, menjünk. Azért mondjuk, hogyha neki akarnék menni valaki. Nem, az, figyelj, akkor ott, az is. Tehát én azt nem értem, sokszor el szoktam mondani, és ugye nem, mert megfogadtam, hogy nem teszek bele ilyen sztorit. De sokszor megfogadtam egyébként, megy a hármas, hogy elmondom. Most itt az ideje. Mondjuk, látom, hogy a 31-esen főborulnak, beborulnak, frontálisan ütköznek. Én tanulóval miért nem ütközök soha? És napi 10 órát itt ülök. Na, mondd el! Tehát mondd el, hogy mi lehet a probléma, hogy mi soha nem ütközünk. De úgyse, hogy te úgy fogod azt a kormányt, hogy ki nem bírom benne a kezetekből. És mégis megfogom, hogy ne halljunk bele. Szóval akkor ők mit csinálnak, hogy állandóan meghaltak, kiborultak, főborultak, összetörtek? Érted? Hetente, már tényleg van. Igen, vedd vissza a gázt. Jó, nem kapkodunk, pici fék, és megcsináljuk az egyévi fordulást. Jó, jelezz, most már jelezhetsz balra, kuplunk. Kuplunk, igen, nem kell váltanod, nézz vissza, és forgass be az autót. Aha. Azaz, beforgatod, látod Zoli? Beforgatja, és most egy gyönyörű egyest váltunk, és mindenkit elengedünk, aki él és mozog. Jó, mehetünk is majd, ha ő indul, jó? Bajuszos bácsi, nézd meg. Kettőt, ugye, majd vissza. Megvárt, hogy elengedett. Mehetünk. Én tudom, hogy táblája van, de te fordulsz meg egy évben, és ilyenkor mindenkit engedjetek el, akivel találkozol. Hol térben nézd vissza? Oda balra. Az a tükör volt. Azaz. Jó van. Szép. Gyönyörűen indultál megint, csajszín. Tényleg meg kell venned ezt az autót, mert a kettes, ez egy össze, rád van hangolva. Mondom én. Annyi, hogy majd kiírom neked, oda ragasztom, hogy kettes, hármas is ki van fizetve. Jó, hát úgy eladom, akkor egy ilyen matricát oda teszek neked, jó? Hogy jelez balra, és leparkolunk, jó? Kuplunk be, vagy a kettő közé, ott van neked egy hely. Na, legalább csinálunk egy ilyet, és maradj itt, menjen az egyes, nagyon finoman 5 km per óra alatt, igen. És ha rendszámához ér a fehér autónak a tested, mikor ér oda? Most, azaz a Fordhoz, igen. Ennyi, ne tekerd többet, próbáld középre helyezni, kuplunk be. Tekerd vissza, mert rászorultál Fordra, igen, és mehetünk előre. Gyere a kuplunggal, nem kapkodunk. Azaz. Kuplunk be szalad. Szív! Jó van. Jó működik a taktika, hogy amikor, igen, húzzad, hogy amikor a rendszámához ész, annál előbb nem szabad szedni. És utána még van időd játszani vele. Most adjon egyenest. Ez, hát nem ez, tudom, hogy... ez, hallod? Én is tudok ennél jobban beállni, jó? Na. Esetleg, ha sokat iszok. Na, már nem, ügyes voltam úgy, jó? Nem vettük fel az elejét, sajnálom, hogy nem vettük fel az elejét, amúgy jó volt a belváros, amikor először bementél, tudod? Jaj, szerintem ügyes voltál, de majd csinálom még egyet akkor is, amikor már fejlődött, mikor már nem beszélek ennyit. Jó van, na, sziasztok.